Orbán Viktor szerint a közelgő európai parlamenti választások egyik fontos célja az antiszemitizmus visszaszorítása Európában. A magyar kormányfő erről Jeruzsálemben beszélt, miután találkozott az izraeli miniszterelnökkel. Orbán Viktor közölte, arra törekszenek, hogy a választás után olyan új vezetők legyenek az EU-ban, akik nem finanszíroznak olyan civil szervezeteket, amelyek beleavatkoznak a politikai ügyekbe és Izrael ellenes álláspontot képviselnek. A kormányfő azt nem fejtette ki, hogy pontosan melyik szervezetekre gondol. A találkozó után Orbán Viktor bejelentette, hogy a magyar kormány külgazdasági képviseletet nyit Jeruzsálemben. Benjamin Netanyahu ezt fontos gesztusként értékelte, mivel az izraeli kormány szeretné, ha a világa a palesztinok tiltakozása ellenére elismerné Jeruzsálemet Izrael fővárosaként.